tetni, amikor iszom, mert úgy végig fogom svicelni a szalonodat. Na? Na. Na, hát ez az előleg, vagy milyen, nem előleg, hanem lemondott szolgáltatásért. De jó. Na mindegy, majd megbeszéljük videóba. Jó van. Sziasztok! Üdvözlünk titeket a Studio Flash Flash Talk új részében. Én Csilla vagyok. Én pedig Alice. És a mai témánk pedig az, hogy kérjünk-e a lemondott szolgáltatásért egy díjat, ugye utólag. Uh-huh. Na ez egy olyan téma, amiben nem értünk egyet Alikivel. Próbáltunk olyat találni, amiben különböző véleményen vagyunk, mert mindenben nagy az egyetértés, de most össze fogunk vászni. Nagy cicaharc, elkezdjük dobálni ezeket. A zselékkel, meg mindennel itt megtámadjuk egymást. Nagyon meg komolyra fordítva a szót, hogy működik ez nálad, Aliki? Hát én tudom, hogy te szoktál kérni, de én nem. És ennek az az oka egyébként, hogy nem szokott gyakori lenni. Nyilván, hogyha ez gyakran van, ez a megélhetésem, főleg akkor, amikor sokat szalonoztam. Tehát ott a munkahelyen se lehet az, hogy egy óra fizetetlen szabadságot adnak. Szóval teljesen megértem, hogyha valaki kér, de mivel nekem nem fordult elő gyakran, úgy éreztem, hogy ennyi mozgástér belefér. Nyilván, hogyha van olyan vendég, aki mindig ezt csinálja, én ott kicsit szigorú voltam, és inkább azt mondtam neki, hogy hanyagoljuk egymást. Te mikor vezetted be ezt? Hát, én megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon sokáig nálam sem volt semmi ilyesmi, nagyon toleráns voltam a késős vendégekkel, hozzáteszem, hogy ugye azért sok vendégem is van, és hál' Istennek nagyon kevesen vannak azok, akik rendszeresen nem jelennek meg az időpontjukon, vagy nem szólnak, hogy késnek, stb. De ugye nekem most, decemberben, ugye tavaly év végén döntöttem úgy, hogy ezt bevezetem, mégpedig ennek az volt az oka igazából, hogy ugye ha sok, eleve ott kezdődik, hogy nagyon kevés időm van, tehát nekem az idő az mindig egy ilyen versenyfutás, ugye az oktatás, a vendégek, a kisfiam, meg az állandó logisztika, hogy ugye mindent egyedül megoldani, és az idő ebből a szempontból nagyon-nagyon fontos tényező, és ugye, hogy több videómban is kitettem ezt, amikor puffogok, hogy még hajat mosni sincsen időm, sokszor tényleg eszi az ember, örül, ha el tud menni mondjuk boltba, meg ilyesmi, és hogyha tudod, hogy nem jön ez a vendég, akkor ezt esetleg meg tudod oldani, de az, hogyha te azt tervezed, hogy itt vagy, és oda nem írsz be másik vendéget, aki eljönne szívesen, akkor neked az egy elveszett idő, amikor is ugye, tehát kvázi ő azt az időt lefoglalta azért, hogy ezt a szolgáltatást igénybe vegye. Ez egyébként olyan dolog, hogy bárhol orvosnál is magárendelésre kér az ember időpontot, nem jelenik meg, ki kell fizetni. És én ezt decemberben vezettem be ennek okán, mégpedig olyan formában, hogy nyilvánvalóan, hogy valaki beteg, vagy valami ne adj Isten volt, sajnos erre is például, hogy idefelé jövett karambolozott a vendégem, nyilván nem fogom elkérni, de amikor ez a jaj, elfelejtettem, jaj, most át tudjuk tenni, már úgyse érnék oda, mert 10 perce már ott kéne lennem. Úgyhogy én decemberben erre reflektálva vezettem be ezt a dolgot, előleget nem szoktam kérni, viszont aki nem jön el az adott időben, amikor itt kéne lennie, és semmi infóm nincs róla, és én itt ülök és várom, neki sajnos az elmaradt szolgáltatás árának az 50%-át ki kell fizetnie. És meddig lehet lemondani? Tehát 24 órában? Szolgáltatás igénybevétele előtt, és egy szolgáltatás időpontja előtt 12 óra. 12 óra. Jó, megengedő vagy végül is. Hát azért abszolút szerintem. Igen. Hát azért 12 órán belül tiszteljük meg ennyire egy másik idejét. Szerintem igen. Igen. Az más, hogyha ott valaki késik, nyilván ez óhatatlan forgalom, vagy bármi most, hogyha délre jönne, és 12 előtt 5 perccel küld egy üzenetet, hogy 10 percet késni fogok, ez még orvosolható. De ha már akkor küld egy olyan üzenetet, hogy bocsi, mégsem megyek, mert inkább elmentem fagyizni a barátnőimmel, azért azt úgy az ember nem veszi jó néven. Úgyhogy én ennek okán most már ennek így elkérem a felét, hogyha esetleg erre sor kerül. És azt hogy kezeled, hogyha valaki beiratkozik egy, vagy bejelentkezik egy építésre, aztán kitalálja, hogy mégse, ha nem kell. Nyilván az építésre több időt hagysz ki. Ilyenkor is kompenzálod ezt anyagilag? Nem, ilyenkor ezt nem szoktam. Ilyenkor egyrészt ugye örülök, hogy de jó, akkor legalább tudok enni 2 falatot, meg iszok egy kávét, de amúgy nem, ezt nem szoktam így anyagilag.
kompenzálni. Inkább a másik véglet, ami necces, amikor mondjuk valaki bejelentkezik géllakra, és akkor utána itt közli, hogy amúgy most megy esküvőre, vagy valami, és hogy építsünk már egy reszelt mosolyomlás francia-orosz mandulát, mert hogy akkor, és amúgy így egy órán van rá, ugye kész leszünk. Na hát olyankor van az, hogy sajnos nem fog menni, úgyhogy ez, amit meg ugye előre kell jelezni, meg meg kell érteni a vendégeknek, hogy egy adott szolgáltatás időtartamában egy másikat nem biztos, hogy bele tudunk sűríteni. Igen, meg van nyilván ilyen bonyolultabb díszítés is, ami ugyanebben a kategóriába tartozik. Hát igen, azért ott sem mindegy, hogy idővel hogy kalkulálunk. Uh-huh. Ez mondjuk amúgy kiküszöbölhető szerintem azzal, hogyha a vendéget megkérdezzük. Nekem is van olyan vendégem, akinek nagyon részletes díszes körme szokott lenni gyakran, és akkor mindig meg szoktam kérni, mielőtt jön, előtte egy-két nappal, hogy küldjön egy képet, hogy mi az elképzelése, vagy hogy írjon pár gondolatot ezzel kapcsolatban, hogy mi a terv, hogy úgy rá tudja készülni. Tehát, hogy ne az ott menjen azzal az idő, hogy akkor kikeresgetem az anyagokat, kitalálom, hogy vajon ezt most melyik anyaggal tudnám megvalósítani, hanem amikor ő már megjön, ki van minden készítve, és akkor neki tudunk esni. Érdekes egyébként, mert én az oktatásnál viszont számolok ilyet. Hát én nekem úgy valósul meg, hogy előleg formájában, ott talán kicsit szigorúbb vagyok, mert azt én sosem mondom le. A vendégeknél meg van, hogy bejelentkezett egy tanuló, vagy nagyon akar magánoktatásra jönni, például is csak akkor jó neki, és akkor van, hogyha pont egy vendégem van, akkor őt megkérem. Tehát ez így oda-vissza megy. Uh-huh. Az oktatásnál meg én sosem mondom le, és ott szoktam előleget kérni, ha meg lemondják, akkor ez elvész. Hát igen, csak itt ugye a fogalom meghatározás az fontos, hogyha esetleg ugye tanulói szerződést kötök, már pedig ugye az kötelező a tanulókkal, hogy ugye ezt a úgynevezett előleget, hivatalosan ugye az előleg foglaló, egyébként, igen, tehát foglaló néven kell a szerződésbe foglalni, mert ugye az előleg az visszajár akkor is, hogyha a szolgáltatás igénybevételére nem kerül sor. Tehát ergo, ha nem jön el egy tanuló, aki lefoglalta az időpontot, hiába kérünk előleget tőle, azt vissza kell adnunk akkor is, hogyha ő nem jött el, azért, mert előleg néven szerepel. Ez alól mondjuk kivétel, hogyha külön bele van írva, hogy ami hogy nem jár vissza. Aha, igen. Én így szoktam megoldani, hogy 48 óráig szabadon bármit módosíthatunk, nincs semmi gáz, nem fogok megharagudni, de azért ennyire tiszteljük egymás idejét. Hát főleg azért ugye egy tanuló azért lefoglal egy komplett napot. Nekem ilyen egyetlen egyszer volt, hogy egy tanulóm nem jött el, nem is kértem előleget egyébként, utána kezdtem el én is előleget, úgy majd foglalót kérni a tanulóktól, mert ott az egész napom a kukába került, és az még bosszantó, mint amikor egy másfél órás luk van. Úgyhogy én ezért kérek most már egyrészt ugye elfoglalót a tanulóktól, másrészt pedig ugye a vendégektől, ha nem jelennek meg, akkor az elmaradt szolgáltatás árának a felét. Igen, szerintem itt mérlegelni kell, hogy konkrét szituációban mennyire gyakori, mert ez mindenkinél más, és ezt meg kell tudni választani, hogy neked szükség van erre, vagy ez ilyen bizalmatlanságot keltene, és egyébként nincs gyakran ilyen. Persze, ez is tényleg nagyon sok tényezőtől függ, tehát ezt nem lehet kategorikusan kijelenteni, na most akkor aztán hatodik haszakad. Nyilván, ha olyan vendégről van szó, aki még életében ez nem fordult vele elő, sohasem, és tényleg mindig itt van időben, pontosan, tényleg nem volt erre mondjuk precedens, hogy ez bármikor megtörtént volna, akkor én sem vagyok ilyen, hogy most pedig aztán kifizeted, hanem tényleg ő is nagyon sajnálja. Én is sajnálom, jó, megbeszéltük, nem fordul elő többet. De akiknél ez rendszeres, ott bizony kemény szigor van. Hát ezt is kiveséztük. Igen, és végül is ebben is egyetértünk. Igen. Annyira nem kaptunk össze, hát majd keresünk olyan témát. Jó. Köszönjük szépen. Majd talán a következő részben akkor. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a részt. Hamarosan jövünk a következővel, és igyekszünk olyan kérdésekre válaszolni, amiket kommentbe tettetek föl, úgyhogy bátran ti is írjatok kérdéseket, illetve iratkozzatok fel a csatornánkra, a Facebook oldalunkra. Bizony. És akkor így nem fogtok lemaradni róluk. Várunk titeket szeretettel. Sziasztok! Sziasztok!